Mindenkit várunk a Hősök terére délután 14 órára, ahol összellenzéki tüntetés lesz a szakszervezetekkel, civilekkel közösen. Mutassuk meg együtt Orbán hatalmának, hogy nem engedünk a rabszolgatörvényből, nem engedünk a sajtószabadságból, nem engedünk a bíróságok függetlenségéből. Ott leszünk és mindenkit várunk, hogy együtt mutassuk meg sokan, hogy ami itt történik, az tovább nem folytatható. Nem azért mentünk be ma közösen a parlamentben, mert úgy akarjuk folytatni az ellenzéki politizálást, mint hogyha minden rendben volna. Azért mentünk ma be, és azért követeljük a rendkívüli ülést, mert azonnali válaszokat követelünk a kormánytól arra vonatkozóan, hogy mi történt az MTVA székháznál. Hogy hogyan merészelik azt, hogy ellenzéki képviselőket bántalmaznak. Hogyan merészelik azt, hogy az a közmédia, amelyik több pénzből működik, mint az összes magyar televízió egy év alatt összesen, nem hajlandó beolvasni annak a 2,5 millió embernek a követeléseit, akik az ellenzéki pártokra szavaztak. Követeljük, hogy a kormány adjon válaszokat arra, hogy tovább is lábbal tiporja a jogainkat, az emberek jogait, a demokráciát. Azért vagyunk most itt, hogy megmutassuk, hogy egységes az ellenzék, egységesen jövőben is fellépni a rabszolgatörvény eltörléséért, a demokráciáért, és hogy összesen mindenki együtt ott leszünk január 5-én, szombaton 2 órakor a Hősök terén, hogy megmutassuk, hogy eddig és ne tovább. Addig, amíg nincsen valódi közmédia, független közmédia, de van Köszönöm.
ország élén, amelyik gyáva találkozni a saját népével az utcán, és gyáva találkozni az ellenzéki képviselőkkel a parlamentben is. Ahelyett, hogy szembenézne az emberekkel Orbán Viktor és a mamelúkjai, Soros György háta mögé, az egykori mentor háta mögé menekülnek. Azt üzenjük a mai napon Orbán Viktornak és társainak, hogy nem tudnak már ő sem hova hátrálni. Mi nem hátrálunk, hanem kiállunk, nem csak a parlamentben, akár a szokatban, akár eljön mindannyian, mint a Kossuth téren tudnak mi. Arra biztatjuk a szakszervezeteket is, hogy álljanak a sarkukra, és igenis, jöjjön az általános sztrájk. A lázadás az mindazoknak felveknek, mindannak a politikai gyakorlatnak, annak a kultúrának azzal való szembefordulás, az ellen való küzdelem, ami ezt a kormányt vezeti saját népével szemben. Azt kívánom az országnak, hogy legyen mersze, ereje és képessége fellázadni Orbán rendszerével szemben. Nem egy törvénnyel szemben, nem egyik vagy másik szabállyal szemben, de mindazzal, amit az elmúlt években az ország szégyenére megvalósított. Ha közös a végső cél, akkor azoknak is közös lesz az útjuk, akik korábban, vagy már ma is, és többen vitatott. Majd ha újra Magyarországon tisztességes, demokratikus jogállam lesz, akkor megint ki fognak nyílni azok a viták, amelyek természetesek egy demokráciában, amely viták ma másodlagosak ahhoz képest, hogy egy ország romboló kormánnyal szemben küzdünk, hogy lázadjunk el. A mai napon ismételten szintet lépett a ház vezetésének az önkénye. Bizonyítékon van arról, hogy letiltották az ellenzéki képviselőknek a szabad beléptetését a házba. Ez azt jelenti, hogy vendégeket nem tudunk bevinni a parlament ülésére. Szeretném felhívni a Fidesz figyelmét arra, hogy az a ház, ami előtt állunk, ez az ország háza. Az adófizetők pénzéből tartjuk el a házat is, meg mindenkit, aki benne dolgozik. Ebbe a házba vendégek a leírt szabályok szerint szabadon bejöhetnének, de ma rejtélyes okokból kifolyólag Kövér László úgy döntött, hogy a ház bejáratait egy kivételével lezárta, és a Momentum elnökségi tagját, aki vendégünk lett volna ezen az ülésen, nemes egyszerűséggel kitiltotta a Magyarország ülésnek az üléséről. A látszat demokráciából nem kérünk. Semmilyen látszatból nem kérünk. Én egy olyan országban akarok élni, amelyben minden az, aminek látszik. Ez pedig egy látszat demokrácia, semmi köze nincsen a jogállamhoz, és semmi köze nincsen a demokráciához. Ezt az országot a Fidesz nem a jogállam és a demokrácia szabályai szerint vezeti, hanem verőlegényekkel tartja mederben a folyamatokat. Láttuk ezt akkor, amikor egy sikeres népszavazási kérdést átvittünk volna, láttuk ezt nem is olyan rég a közmédiában, és láttuk ezt ma is, amikor katonák állták közöttünk, amikor be akartunk menni a magyar parlamentben egy vendéggel. Magyar állampolgárnak a szemek kinyílnak, és észrevenné azt, hogy ez a rendszer már rég nem az, aminek hívják, ez nem köztársaság, ez nem demokrácia, és ez nem jogállam. Üzenem ezt azoknak a Fideszes szavazóknak is, akik Orbán Viktor még olyannak látják, amilyen évtizedekkel korábban volt. Ez az ember az új évet nem velünk magyarokkal köszöntötte, hanem egy olyan diktátorral, akinek az egyik kimondott célkütűzése az, tegye azzal, hogy az esőerdőknek hadat üzen. Egy ilyen ember a 21. században nem tudja ezt az országot vezetni, és azt kérem polgártársaimtól, hogy ezt vegyék észre. Szeretném külön is köszönteni a Magyar Hazugságért képviselőjét, az M1-et, az Echo TV-t, Hír TV-t és a többieket. Nem is tudom, mikor láttam utoljára M1-es mikrofon, szia. Legalább Lila, igen. 2018 egy narancssárga országtérképpel és több millió kiábrándult fájó szívvel kezdődött, majd a végén egy
országos, mindenre elszánt ellenállási mozgalommal fejeződött be. A tüntetés hullám az egy igazi csapatmunka volt. Csapatmunka, az ellenálló tömegek, a parlamenti pártok, a szakszervezetek, a civilek és a Momentum között. Minden vívmányt, eredményt, amit elértünk, együtt értük el, és ezen az úton, ezen tovább kell, együtt kell tovább menni. Az az öt pont, ami megfogalmazásra került, az összeköti az Audiban dolgozó munkavállalót, a rendőrsorban álló rohamrendőrrel, a civilekkel, a parlamenti pártokkal, a Momentummal, és minden magyar emberrel, azzal a 83%-kal, akik a rabszolgatörvényt elutasítják. Első és legfontosabb feladatunk az lesz januárban, hogy a rabszolgatörvényt visszavonassuk. Ezért fogunk kézzel, lábbal küzdeni és ütni a vasat addig, ameddig meleg. A Momentum részéről mi a vasat forrósítani fogjuk, ezt tudom megígérni, és mindenkit szeretnék arra kérni, az M1-et is beleértve, hogy szombaton 2 órakor jöjjenek el a Hősök terén, és sétálunk a Kossuth térre, és folytatjuk az ellenállást, ami csak most kezdődött, 2019 az ellenállás éve lesz. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen!